Kellen Andrásné a vendégünk, kezét csókolom. Jó reggelt kívánok. Kedves nézők, olvashatták, hogy a pollen ellen küzd, hát alapvetően leginkább a parlagfű pollen ellen, a Parlagfű Pollenó Egyesület elnöke. Hát ez eléggé kilátástalan küzdelemnek látszik. Borzasztó kilátástalan. Szóval egyszerűen az ember nem érti meg, hogy a kormány miért nem segíti ezt a témát, és látszólag ugyan segíti, de csak szavakban. Tehát tettekben abszolút nem, és ebben a legeslegelkeserítőbb az, hogy nem is akar erről tudomást venni. Éppen Lázár úr válaszlevele van előttem, amit néhány napja kaptam, és idézném a levélből azt a mondatot, amiből világosan látszik az, hogy nem akarnak szembenézni avval a ténnyel, hogy a téma felelősének kijelölt fölművelésügyi minisztérium ezt nem tudja, nem akarja, nem szabad neki kezelni. Ez egy nagyon fontos kérdés, én is így állok. Nem, nagyon értem. Tehát kérdően nézek vissza, mi az, hogy nem tudja, nem akarja? Nem tudom, melyik az igazság. Szóval azt nem tudom feltételezni, hogy egy szakember gárda ezt a témát nem tudja kezelni, ha erre felszólítást és számonkérést kap ténylegesen. Tehát nem papírforma szerint, nem beszélgetni róla olykor-olykor, hanem tényleges számonkérést. Most gondoljuk el, hogy nincs egyetlen olyan írásos anyag, amiben az a feladata lenne a minisztériumnak, hogy a pollen koncentrációt az orvosilag elfogadott szintre kell csökkenteni. Hivatkozunk mindenféle 2012-ben született akciótervre, amiről egyértelműen bebizonyította az idő, hogy teljesen alkalmatlan. Volt rengeteg pénz a pollenfűírtásra. Rengeteg pénz volt, visszapereltük. Az sem magától jött vissza. Tehát most hivatkozik arra a levél is, hogy 650 millió forint áll rendelkezésre. Ez a pénz úgy lett, hogy visszapereltük szó szerint, mert olyanra költötték, aminek semmi köze nem volt a parlagfűhöz. Most ez a pénz visszajött. Lásd csodát! El nem tudják képzelni, hogy ezt mire költötték. Géppályázatot írtak ki. Négy kézláb könyörögtünk. Gép, kasza, traktor, amit akar. Vehetett, aki akad, ha maga oda ment volna, pályázik, megkapja. Elrontottam? El, most lenne egy traktorja. Milyen jó lenne, jövök az ATV-re egy traktorra. Például, és aztán itt csinálna vele, amit akar. Ha itt nincs kirakva, az a no traktor tábla, tudja, a no parlagfű, no traktor. Most képzelj, hogy megkapták az emberek ezeket a gépeket, és senki nem foglalkozik a traktorra lehet parlagfűvet írtani? Hát most mindennel lehet parlagfűvet írtani. Hát ja, hát játszóval. Akkor viszont jogos volt. Tehát traktorra, na de így önmagában, amikor egy magánember, maga ön, bár, vagy ön, én bárki, nem mehet be egy magánterületre, hát teljes joggal, hát hogy néznénk ki? Ugyanakkor nem jelölik ki számára azt a területet, ahol a parlagfűmentesítést meg kéne csinálni. Tehát kaptak gépet minden elkötelezettség nélkül, és arról már ne is beszéljünk, hogy ez hogy született, mert eleve úgy volt a pályázat kírva, hogy bárki indulhatott kvázi, de egy szó nem volt arról, hogy ezzel a géppel majd parlagfűvet kell írni. Ehhez nem járt egyfajta kötelezettség? Gyakorlatilag nem. Mert azt mondta a kérésünkre, és ezt tényleg írásba adtuk, csak azt a szót felejtették le, hogy parlagfűves területet kell mentesíteni. Tehát ő gyakorlatilag most bármit csinálgathat a gépével, azt mondja, hogy én ennyi hektárt csináltam. Most ez azért nagyon aljas dolog volt, mert így a civileket akarja egymásnak uszítani. Hogy mi kérjük számon tőlük, hogy ők mit csináltak. Nem az ő feladatuk. Szóval ez a kormány visszavonhatatlan kötelessége az, hogy erről gondoskodjon, hogy parlagfűmentes legyen, nem mentes, rosszul mondom, hogy a pollen koncentráció az orvosilag megengedett szintet ne lépje igen, túl. Tehát, társadalmi szinten az egészségügy kérdése, az nyilvánvalóan kormányzati feladat. Abszolút. Amikor, de erre mit írt most Lázár János? Erre írt valamit? Írt valamit, de mielőtt erre válaszolnék, engedje meg, mert a cikkel kapcsolatban többen feltették azt a kérdést, hogy valamire mindenki allergiás, miért pont a parlagfű. Na, ezt azért szeretném nagyon hangsúlyozni, mert igen, valakire mindenki allergiás, valamire valakire bárki, is. Valakire is, de valamire bárki allergiás lehet. De nem mindegy, hogy mire. Mert a parlagfű pollen allergia az a legsúlyosabb allergiák egyike, vagy mondhatnám, hogy a legsúlyosabb. Nagyon pici a pollen, nagyon mélyre megy le, a tüdőnek az alveolos, de legkisebb ereit is tönkreteszi, és nagyon hosszú ideig kapja ezt a szervezet Magyarországon. Hogy a cikk, amit említ, az arról szólt, hogy abban említette meg ön azt a mondatot is, hogy
addig, ameddig valaki ebbe bele nem hal, addig nem fogjuk komolyan venni, de azért nem hal bele, mert megvan a módszere az orvostudománynak arra, hogyha valaki orvoshoz kerül, meg tudják ez menteni. Így. Abszolút így van. Tehát így aztán el lehet kenni az egészet. Igen, és ez nagyon örvendetes egy részről. Másrészt, ha megnézzük azt, hogy a hirdetésekben az antiallergikumoktól kezdve halomszámra hirdetik a gyógyszereket, nyilván, hogy ennek anyagi érdekeltsége van, ami nem baj, mert ha nem lennének ezek a gyógyszerek, akkor fulladnának az emberek. Így pedig beveszi a gyógyszert, és rendben van. Na, messze megyünk. A gyógyszerlobbi miatt nem tudok adja róla. A kormány nem magát ehhez róla. Az ishez? Nem tudok nem róla, nem akarok ebbe a belemenni. A civilek elleni, hát nem nagyon leplezett ellenszenve okán ugrasztott össze 600-800 millió forint. Nem, ezt sem mondanám. Hát valami ilyesmit mondott. 650 millió. 650. De nem ugrasztotta ő, hanem ő nem akarja felvállalni ezt a munkát. És bármire hajlandó azért, hogy ő az íróasztal mellett megírt akciótervet, meg a helikopteres repkedést, amivel ugye földerítést akarja csinálni a parlakéres területeket. Arra is pályázhattam volna? Nem, helikopterre, az csak traktor és kasza. Na most még egy dolgot ne felejtsünk el, és ezt azért akarom említeni, mert nagyon sokan írják, hogy a parlagfű gyógynövénynek minősül. Oké, gyakorlatilag nagyon minimális fertőtlenítő hatása van a növénynek, de nem bántana senkit. Tehát maga a parlagfű, mint növény, az nem baj. Csinálhat belőle lekvárt, csinálhat salátát, ihatja, eheti. Parlagfű lekvár az hó, finom. 3000 valahányért kap egy ennyit. Persze, hát ez hó bele van, szokat tesznek mellé. De ez nem baj, hát ha eladja, eladja, kész. De a pollenről nem esik szó. Tehát itt az a baj, hogy a pollenről. Na most én mutatok egy táblázatot, amiből látni, amennyit látni nem is lényeges. Ha ide kiteszi, akkor igen, még a nézők tehát is ugye azt mutatja, mutatni. Hogy itt 2012-ben adták ki, írta alá a kormány, hogy ki fogadta el, ki írta meg, nem lehet azóta se kideríteni, egy rövid és hosszú távú akciótervet. A parlagfű ellen. Ez az akcióterv sem tartalmaz semmi célt. Tehát bármit csinálnak, azt mondják, hogy az akcióterv keretén csinálják. Itt mutatná ez a táblázat, hogy a parlagfű pollen koncentrációja orvosilag ezen a szinten van elfogadva, ehhez képest az átlagot nézve is itt tartunk. Tehát a 10-szerese, 20-szorosa, 27-szerese a megengedettnek, és nem történik semmi, és erre ez olyan, mintha azon vitatkoznék, hogy 7 méteres vízbe fulladok meg, vagy 27 méteresbe. Tehát itt nem az a lényeg, hogy mennyi a koncentráció, hanem tessék oda levinni, és azt kiírni programnak, hogy ez a célom, hogy a pollen koncentráció ennyi legyen, és akkor tőlem azt csinálnak, amit akarnak. De jelen pillanatban az van, hogy azt csinálnak, amit akarnak, de nem érnek el vele semmit, mert nem is céljuk. Mert hát hiszen igazából nem csinálnak mert nem semmit. Csinálnak semmit. És ezért mondom azt, hogy vajon nem szabad, mert nem tudhatom, hogy föntről milyen utasítások vannak. A miniszter nem áll szóba senkivel ez ügyben, abszolút. Egy főosztályvezető helyettesi szintre van a téma letéve, tehát nincs módom egy olyan emberrel szembeülni, aki valamire azt mondhatja, hogy igen. Hát ebből azért nagyjából az látszik, hogy a kormányban szerencsére parlagfű allergiás nem rengeteg van. Rengeteg hát akkor van. Miért? Hát az nem valószínű, hogy akkor nem tennének valamit. Ezért teszem fel azt a kérdést, hogy nem szabad tenni? Hát de ne, mert szabad. Nem tudom. Na mit írt Lázár János? Mondja. Idézzük. Ott van az a papír, akkor már használjuk. Azt mondja, hogy a Földművelési Minisztérium által megtett lépések összességében hatékonyan szolgálják a parlagfű elleni küzdelmet. Na most ez nem igaz. Itt az a baj, hogy nem hajlandó kinevezni például egy kormánybiztost, vagy egy olyan szakembert, aki ezeket a lépéseket ellenőrizné, és akinek a kimondott feladata, és számon kérhető feladata az lenne, hogy a pollen koncentrációt tessék levinni. Hogy milyen úton éri el, arra mi számtalan anyagot adtunk, egy napra kész összeállítás, hogy ekkor-ekkor mit kell csinálni. Sőt, tovább megyek. A minisztérium, a miniszterelnökséggel elhitetik, azt a hazugságot, hogy ma 3,5 millió hektáron kerül sor ellenőrzésre. Én elhiszem, hogy ennyi területen ellenőriznek, de hogy nem parlagfüvet, az hétszentséges. Mert folytatás, és ez minden évben ugyanezek az adatok hangzanak el, 3,5 millió, 3,6 millió, pici eltérése, és találunk, na most kapaszkodjanak, 3600 hektár parlagfűves területet. Tetszik tudni, hogy ezen a területen mennyit kéne találni? 500 ezer hektárt. Na most, ha ezt egy miniszterelnökségnek
olyan levele van, amiben ezt eredménynek titulálja, és nem ad alkalmat arra, hogy személyesen egyeztessünk, akkor mit lehet csinálni? Tehát itt a fő problémát már nem is abban látom, hogy nincs eredmény, hanem abban, hogy ezt el akarja hitetni, és a miniszterelnökség ezt el is fogadja, hogy ezt csináltam, kész. És soha nem teszik párhuzamba, hogy ezt csináltam, de a pollen koncentrációban nem történt változás. A kedves nézők szerintem tudnak a saját praxisukból is sorolni megoldott dolgokat, amikről ők tudják, hogy nincs megoldva. Ez egy ilyen. Abszolút. Kétségbejtően. Köszönöm. És 7 millió embert érint. Köszönöm, hogy elmondta, fontos dologra hívta fel a figyelmet, hát ha valaki meghallja, akinek meg kell. Várok egy telefont, hogy azt mondják, hogy jöjjön már be és beszéljük meg ezt kormány szinten. És ne csak minisztériumi szinten. Úgy legyen. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen.